annyira hatékony, vagy nem játszott annyira jó formában Oftadál, amikor a padról szállt be a múltban, ez tendencia volt, nyilván voltak kivételek mindig is. Falu végi! Bravo Csibe! Itt a visszatérő gól! Örül is neki. Nem volt mindegy, hogy ez az ejtés mondjuk bepottyan, hogy ráesik a kapufára. Elveszítette, és most már azt hiszem tudjuk is, amit erősen gyanítottunk a meccs előtt, hogy ezek a tendenciák most sem változnak majd meg. Falu végig kap labdát, lépi ki a hármat és dobja be a második gólját. Rácsevics még egy olyan bejátszással próbálkozott, amit lehet, hogy a világverő Buducsnoz. Befutói, Radicevic, tessék itt egy védés, Glozer! És rögtön az indítás falu végé! 3-ból 3! Tökéletes akciósor, védéstől kezdve. Egyébként már egy védése volt szerintem Radicevic ellen. Igen, nem azt mondom, hogy egyet sem védett, csak hogy igazából nem volt meghatáz. Christiansen, falu végé. Oftadál, most egy jobb szög, falu végi, gól, labda éjség. Tehát láttuk már korábban is, mondjuk ez most nem fog kiderülni, mert ugye messze van a következő BL meccs, de egy sérülés után a visszatérő meccs sokszor könnyebb, mint az azt követő néhány. A szezonnak ebben a felében szinte csak egy darab visszatérő meccs van, és ez parádés falu végi Dorottya részéről. Oftadál. Hansen. Oftadál. Falu végi. Gól! Nagyon lassan örökké valóságnak tűnt az az idő, amíg bement valahogy a labda a kapuba, de bent van, meg van falu végi első gólja. 24-24. 3 és Hansen. Oftadál. De ki fog lőni? Falu végi megint. Az is bent van! Falu végi! Biztos, hogy gól lesz a vége. Mondtam, hogy a oroszoknak jó fegyver lehet, ha kettesek fölött lőnek. Itt viszont jó fegyver lehet, ha Anna Gószra mennek cselezni a jólábú játékosai a Győrnek. Falu végi a gólszerző. Akár még a továbbjutást is megszerezheti Glozer. Még egy gyönyörű védés. Falu végi a túloldalon. Ez is bent van, 20-14. Egy gyönyörű védést látunk, ahogy az ugrás közben ugye összezárta a kézzel lábbal a Glozer. Egy újabb góltérő passz Enzeminkótól. Közés velünk párhuzamosan. Buducsnoszt egyel vezet Dortmundban. Az SBR pedig egyel vezet hazai pályán. A Brest ellen. Falu végi a gólszerző. Zennel a belső posztokon az Eto'o. Christiansen, Oftedal, Enzeminkó, falu végi, gól! Ez az első labda, amit falu végi kapott ott a szélen, elég sokat kellett ott várnia rá. De hát elérkezett az ő ideje is, és szépen lőtte be Lunde lába közé a labdát. Amelyek során a végjátékba komolyabb hátránnyal ment be a Győr, és mégis nyerni tudott, vagy mondjuk döntetlent játszani. Akár egy Brest, akár egy Odense elleni találkozót eleveníthetünk föl. De okos volt. És a gól is megvan, falu végi. Dicsérjük meg Enzeminkó káprázatos labdaszerzését. 29-28. Szép volt a labdaszerzése, és jól ismerte föl, hogy ott jó ütembe fut vissza a norvég védő. Nem lehet oda passzolni, hanem egy lövőcsellel elküldte a védőket. Tilos rontani, ez egészen biztos. Enzeminkó, Christiansen, Oftedal le a szélre, falu végi, gól! Inko, falu végi, lábhoz megy a passz, Christiansen, ön van passzívon a kéz, Enzeminkó, falu végi helyzetben, gól!
Na, ezt türelmesen most kijátszottuk, azt nem lehet mondani, hogy elhamarkodta volna a befejezést a Győr. De csak sikerült egy jó helyzetet kialakítani. Rü, le a szélre, falu végi, ott is van! Egy gól a bal szélről, egy gól a jobb szélről. Framborg. Kapufa. Köszi. Csak kipattanó a miénk. Odor, ott van falu végi, ott van falu végi, ott van falu végi. Kíváncsi vagyok, hogy mikor szállja a kapus cserére magát Kasper Jensen, mert valószínűleg az elején volt egy-két védése, azóta viszont nagyon gyengén véd. Itt se volt a helyzet magaslatán.